Hölgyeim és uraim, szép jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntöm azokat, akik megtisztelték ezt a napot. Sütő András gondolatát idézem. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi. A világ nem vele kezdődött. A mi világunk önökkel. Apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Mi az örökösei vagyunk, és a mi gyerekeink a mi örököseink. Ez nemzedékről nemzedékre így tevődik át. Ez az életnek a rendje, ez az élet szépsége. Azt a rengeteg tudást, azt a rengeteg tapasztalatot, azt a hitet, amivel önök itt élnek, vagy élünk, jó magamat is beleértve, ezen a szülőföldön, azt át kell nekünk adni a gyermekeinknek. És én azt hiszem, hogy ez a nemzedék ezt nagyon szépen át is adta, és adja folyamatosan. Én látom az ifjúság körébe, hogy vannak, akik fogékonyak erre, vannak, akik tudnak követni bennünket, vannak, akik elkallódnak, de az életben mindig van ilyen. Van mindig olyan, aki vakvágányra kerül. De az is felelősségünk, aki így elkallódna, vagy vakvágányra kerül, nyúljunk utána, fogjuk meg a kezét, hozzuk vissza. Hozzuk vissza, mert a miénk. Mi vagyunk érte a felelősek. Az az életbölcsesség, amit az évek elteltével az idős emberek magukénak tudhatnak, az nagyon jó erre. Nagyon jó erre, hogy tanítsuk a fiatal nemzedéket. Nagyon jó arra, hogy megmutassuk a jó utat, mert nagyon fontos, hogy a jó utat kövessék. Rengeteg olyan lehetőség van, ami hát könnyű, nagyon sokat ígér, de nem vezet sehova. És ezért tévednek el, ha nem fogjuk a kezüket. Nagyon oda kell figyelni nekünk. Immár 10 éve, hogy ünnepeljük az idősek világnapját. És 10 éve intézményesen, ez büszkeséggel tölt el jelenleg azért, mert a nagyközség polgármestereként mondhatom ezt, de az elődeim is, tehát az előttem lévő polgármesterek is, azt hiszem, hogy ugyanígy gondolták, illetve egy volt a Vécsei, aki ugyanígy gondolta. Büszkeséggel töltötte őt is el, hogy intézményesen megköszönhette az idősebb generációnak azt, amit adott a jelennek, azt, amit adott a fiataloknak. És ez nem pátosz, ez őszinte vélemény. Én úgy gondolom, hogy itt van egy pár fiatal is közöttünk, úgy gondolom, hogy ők is így érzik, és így gondolják, és azért, ha a családba, akár az unokát, akár a dédunokát megkérdezik, ők is így gondolják. Szeretik önöket, biztos, hogy szeretik önöket. Ezen az úton haladjunk tovább, szeretve az utánunk következő korosztályt, igazgatva őket, és azt kívánom, hogy önöknek ehhez nagyon sok jó egészség, erő legyen. Minél tovább tudjuk ezt az utat vinni, minél tovább tudjuk egyengetni a fiatalok útját, minél több tapasztalatot és jót tudjunk átadni nekik. Nem mindig ragyogó a helyzet, nem mindig gazdag az ember, nem mindig árasszák el különböző dolgok, de ez a generáció, én úgy tudom, még egyszer mondom, egy kicsit magamat is beleértem, mert én is egy kicsit idősebb vagyok már a fiataloknál. Megtanultuk, hogy mi a szegénység, megtanultuk,
hogy hogy kell talpra állni, és megtanultuk, hogy hogy kell szeretni ezt a hazát, ezt a kis szülőföldet, Szadát. És benne mindannyiunkat, egymást. Megtanultuk azt, hogy a gyűlölködés, a rossz indulat nem vezet sehova. Nem leszünk tőle gazdagabbak. Lehet piszkálódni, lehet bántani, de tessék elhinni, a legjobb szeretni. Legjobb szeretni, és a legjobb adni. Kapni is jó, de milyen jó érzése, én tudok valakinek adni. Én tudok egy embernek adni, most nem csak pénzre gondolok, hanem szeretetre, útmutatásra, egy kézfogásra, egy meleg baráti szóra. Netán, ha van olyan, akinek van valami nagy bánata a családban, akkor egy vigasztaló szóra, mert az is nagyon fontos, rendkívül fontos. És még egy, hogy akkor, amikor a kor kíméletlensége az egészségi állapotba egy olyat hoz, ami bennünket lehetetlenné tesz bizonyos tekintetben, na akkor kell még egyszer a visszacsatolás. Tehát akiket én tanítottam, akiknek én adtam, hogy azok érezzék, hogy most kell visszacsatolni. És a korosztályom, a barátnők, a barátok, az ismerősök, hogy nyissuk egymásra az ajtót. Hogy vagy, mi történt veled, mibe segíthetek, hogyan segíthetek. Na, ezek a nagy dolgok. És ha ezeket a nagy dolgokat meg tudjuk valósítani, akkor szerintem egy belső boldogság tölt el bennünket. És még ha betegek vagyunk, és ha netán támogatásra szólunk, akkor is van egy belső boldogság, ami egy jobb érzést fakaszt, és még a betegséget is könnyebben tudjuk elviselni. Tehát tisztelt idősek, én még egyszer azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy tisztelet, szeretet övezze önöket, övezi részemről és minden fiatal részéről, akit én ismerek, és kérem, hogy tovább tartsanak ki mellettünk, és támogassanak, segítsenek, és legyenek a támaszaink. Legyenek a támaszaink mindaddig, amíg bírják. Ehhez kívánok önöknek jó erőt, egészséget, és a példamutatásuk ajándékaként egy ilyen ünnepi alkalommal fogadják szeretettel a Gödöllői Klubszínház Schweik a derék katona című előadását. Ez egy kicsit fölvidítja önöket ebbe a nehéz mindennapokban, és azt kérem, ha az előadást megnézték, azt követően nagy szeretettel hívom önöket az előtérbe, egy kis tejára, egy kis süteményre, pogácsára, erre arra, tehát egy ilyen vendéglátásra. Kérem, hogy fogadják az előadást, és köszönöm, hogy meghallgattak. Hát meghalt a Ferdinánd! Melyik Ferdinánd Müllerné? Kettőt is ismerek. Az egyik a drogista szolgálja, tudja, aki tévedésből megivott egy üveg hajszeszt, a másik pedig, aki a házból szokta összeszedni a kutyapiszkot. Egyikért se nagy kár. Na de Schweik úr! Hát a Ferdinánd főherceg, a Konopstein, az a kövér, aki olyan vallásos volt. Jézus Mária! Hát ez jó. És hol érte a baj a Ferdinándot? Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel, mert tetszik tudni, épp ott autókáztak. Ő meg a felséges asszony. Persze, Müllerné, autókáztak. Azt egy ilyen nagy úr könnyedén megengedheti magának, csak abban nem gondolnak bele, hogy az ilyen autókázásoknak rossz vége is lehet. Na de, sokat szenvedett szegény. Hát, a felséges úr rögtön kész volt, kérem. Tetszik tudni, egy ilyen revolver az nem gyerekjáték. Tudja, Müllerné, vannak olyan revolverek, amik az Istenért se akarnak elsülni. Ha megbolondul, akkor se. Amúgy nagyon nehéz dolog egy felséges ügyet urat agyonlőni. Cilinder kell hozzá, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljenek. Azt mondják, hogy többen voltak.
magától értetődik Müllerné, ha maga akarná megölni a császárőfelséget, vagy esetleg a trónörököst, valószínűleg ön is összedugná a fejét ezzel-azzal. Képzelj el, egyszer, mikor katona voltam, egy bakal előtte az ezredest. Megtöltötte a puskáját, bement az ezredirodába, és puff! Egyenesen belelőtt a szívébe, akkor jó, meg az ezredes úrnak a hátán jött ki, sőt, még az irodában is kártett. Ott voltak iratok, mind összefröcskölődtek, mert eltalált egy tintás üveget. És mi lett azzal a katonával? Háj, Müllerné, felakasztotta magát a Hosentrágerára. Na de mondja már meg, mennyit kapott? Egyet vagy többet? Azt írja az újság, Schweig úr, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Háj, Müllerné, tudja, az ilyesmi borzasztó gyorsan történik. Én az ilyesmihez egy browningot vennék, úgy néz ki, mint egy kis játékszer, de 2 perc alatt akár 20 főhercegit is agyon lőhet vele. Soványat, kövéret, teljesen mindegy, azért köztünk legyen szólva, a kövérembet azért könnyebb eltalálni. Na, Müllerné, megyek a kehelybe. Ja, igen, és ha valaki jönne a kutyáért, amire előleget adott, akkor mondja azt neki, hogy mit tudom én, levittem a vidéki kutyatelepemre, és féltem visszahozni, mert éppen most nyitom a körbe a fülét, aztán féltem, hogy megfázik. Na, se nájt. Szép gyarunk van az idén. Szart sem ér az egész. Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban. Miféle Szarajevóban? Abban a szaros kocsmában? Dehogy is, a boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon Ferdinánd őfelségét. Mit szól hozzá? Én az ilyesmiben nem avatkozom bele. Aki nekem ezzel jön, csókolja meg a szőrös seggemet. Aki manapság ilyesmiben avatkozik, könnyen kitöleti a nyakát. De hogy politika, mert Szarajevó, meg az Isten, meg boldogult főherceg, az én nálam nincsen, mert abból nem jöhet ki semmi jó. Azelőtt a császár őfelségének a képe lógott azon a falon. Éppen ott van most az a tükörlóg. Az. Ott lógott és leszarták a levét. Fölrögtem a padlásra. Mit tudom én, valakinek még lehet rá egy rossz megjegyzése, és csak kellemetlenségem lenne belőle. Persze. Egy sört nekem besetétett, mert hogy ázban áll egész Bécs is. Hát az sem élhette meg szerencsétlen, hogy császár legyen belőle. Már fönn van a Mennyországban, Isten nyugasztalja a szegény fejét. Képzeljék el, egyszer, mikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt szívvel agyonverte magát. Aztán, mikor próbálták visszasegíteni a lórát, akkor vették észre, hogy egészen meg van halva. Ez egy tábori parádén történt. Az ilyen parádéknak mindig rossz vége van. Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok. Maga szereti a szerbeket? Egyik vendég olyan, mint a másik. Felhőlem lehet szerb is. Fizesd meg a sörödet, akkor itt ülhet, pofázhatsz meg, ami jól esik. Ez az elvon. Aki a Ferdinándot elintézte, felhőlem lehetett szerb, török, katolikus vagy mohamedán, anarchista vagy magyar az életem, édes mindegy. De azt csak elismeri, hogy Ausztriát nagy veszteség érte. Hát borzalmas veszteség! Hát a Ferdinánd helyére mégsem ültetettek oda akármilyen hülyét. Csak tudja, az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövére. Ezt meg hogy érti? Nagyon egyszerű. Ha kövérebb lett volna, mérget vett rá, hogy hamarabb megüti a luta. Magának aztán furcsa gondolatai vannak. Dehogy vannak, kérem. Csak éppen nem akarok a császár őfelségének, az özvegyének a helyében lenni. Hát most mihez fog kezdeni? A császárság úr nélkül maradt, a gyerekek árván maradtak. Hát most mihez kezdjen? Menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Hát majd elmennek szépen Szarajevóba, azt lelődik neki azt is. Képzelj el, egyszer volt egy erdész pár évvel ezelőtt, lelőtték a vadorszók, a feleségem meg ott maradt 2 gyerekkel. Aztán hozzám ment a második erdészhez. Azt is lelőtték neki. Aztán hozzám ment a harmadikhoz. Azt is lelőtték neki. Na, akkor bement a császár őfelségének az irodájába, és elpanaszolta, hogy ő hogy járt az erdészekkel. Ott meg azt mondták neki, hogy menjen hozzá a kistónak az őrzőjéhez. És akár hiszi, akár nem, az is belefulladt a tóba halászat közben. Na, akkor olyat mondott a császár őfelségére az asszony, hogy ez nem igaz.
Nem tudja véletlenül, hogy mit mondott? Hát én meg nem mondom magának, az nem ilyen közönséges felségsértés, amit részegen szoktok a császár felségének a fejéhez vágni. Kérem, uraim! Hagyják abba! Nem szeretem az ilyesmit. Valami kicsúszik az ember száján, az nyakig benne van a szózba. Tudja, miket szoktak a császár felségének a fejéhez vágni? Mindenfélét. Csak rúgjon be, húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja, hogy miket kezdenek beszélni az emberek. Ne is mondjon, kérem, többet. Jöjjön szépen utána. Majd mondok magának én valamit. Na, akkor volt egy söröm, most pedig adjon még egy stampet és ligovicát, aztán megyek, mert le vagyok tartóztatva. Köszönöm. Nős? Igen. És mit gondol a feleség, el tudja látni a boltot, amíg maga távol van? El. Akkor semmi probléma nem lehet. Hívja ide őt és adjon át neki mindent, mert este bizony eljövünk magáért is. Ne aggódjon, engem csak felségsértés miatt visznek el. És engem ugyan miért, amikor olyan óvatos voltam? Mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császárő feleségének a képét. Ad oda bent, jól kiverjük a fejében az ilyeneket. Tegye már le! Engem meg elvisznek egy szaros Ferenciusnak kép miatt? Kedves csokom, Svejk! Jó napot kívánok, Svejk! Jó napot kívánok, Svejk! Csokom, Svejk! Svejk! Nagy a pocok! Svejk! Most aztán jobb benne vagyunk a pálcba, mi? Hát de hát miért fizetnénk a rendőrséget, ha nem azért, hogy befogják a pofákat, a túl sokat jár? Nem hiába, Jézus Krisztus úrunk is ártatlan volt, mégis megfeszítetett. Hát most már én is itt vagyok. Nagyon örülök. Tudtam, hogy a biztos úr betartja a szavát és elmennek magáért este. Ezt szeretem, hogy lehet az emberekre építeni. Sajnálom, ezen nem tudok segíteni. Tudja, én kérem, hivatalos hülye vagyok. Az, amivel vádolják, és az, amit elkövetett, az bizonyítja, hogy maga teljesen épeszű. Na látja. Szóval beismeri? Beismerek én mindent. Fogja be a száját! Kivel szokott érintkezni? Takarító nőmmel. Kussoljon! Szóval? Töredelmesen bevall mindent? Beismerek én mindent, de azt mondja, hogy Svejk! Ne ismerjen be semmit, akkor én kérem az utolsó lélegzetvételmi tagadni fogok. Alá kell még esetleg írni valamit, vagy jöjjek vissza holnap reggel? Holnap reggel magát büntetőbíróságra viszik. Értem, és pontosan hánykor nem elaludtam? Hát takarodjon ki innen! Most vagy szimulál, vagy tényleg hülye? Na, nagyon jól képzelje el, hogy most ismertem be, hogy valószínűleg én gyilkoltam meg a Ferdinándot. Maga hülye? Igen, kérem, én hivatalos hülye vagyok. Na de magával mi van? 10 évet kaptam a legyek miatt.
Tizen. Csak azért, mert azok az átkozottak összeszarták a Ferenc Jóska képmását. De csak jussam ki innen. Kiírtom az összeset! Nyugodjon meg! Gondoljon bele abba, hogy ebből a 10 évből egy nap már el is telt. Jól érzi magát? Igen, kérem, csak ugye a fáj a térdem. Panasz? A rendőrkapitányságon már egy másik orvos megvizsgált, hogy nincs-e tripperem. Ez itt törvényszéki orvos szakértői bizottság. Kérem, rendesen válaszoljon a kérdésekre. Igenis. Mi is volt a kérdés? Tetszik tudni, elfelejtettem. Maga teljesen hülye? Igen, kérem. Elmehet. Alulírott törvényszéki szakértő orvos a teljes gyengérműség és felszületett kretenizmus állapotában találta a fent említett bizottság elé utalt József Schweikert, miután az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása után teljesen és tökéletesen kinyilvánítható hülyén. Alul írott József Schweik felszólítottik, hogy 3 napon belül jelenjen meg a sorozó bizottság előtt. Müllerné! Müllerné! Müllerné, merre van? Jön le! Nagy hírem van. Bevonulok. Mit tetszik majd ott csinálni? Hát hogy mit? Hát harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pálcba. Hát püfölnek minket 2 oldalról, mint a 2 fenekű dobot. Ezért nyitok be engem harcolni. Hát járni se tetszik tudni. Hát majd bankóval vonulok be, amiatt maga nem aggódjon. Keresik a nemzelik a keresztelő levelemet. Se a bíró, se a jegyző nem találja a nevemet. Majd megtalálja az első Ferenc Jóska, ki engemet besorozott 3 évre katonának. Mikor szürkébe öltöztem, végig azon gondolkoztam. Ki lesz az én utitársam a Verdói hegy oldalban? Majd lesz utitársam az én jó bajtársom, ki megássa a síromat a Verdói hegy oldalban? Majd lesz utitársam az én jó bajtársom, ki megássa a síromat a Verdói hegy oldalban. Szimulás! Na magának mi baja van?
Alázatosan jelentem, hogy reumám. Majd meglátjuk! Majd kiűzzük magából a szabotázs ördögét! A gyógyítókúra a következő. 1. Abszolút diéta. Egy-egy csésze forró tea reggel és este. 2. Napi kétszeri gyomormosás. Egy-egy liter meleg vízzel. 3. Beöntés. Glicerin és szappanos víz alkalmazásával. Majd meglátjuk, merre szimulálni ezek után. Mi is van magának? Alázatosan jelentem, hogy én reumám. Reuma! Milyen súlyos betegség! Milyen érdekes, hogy az ember épp akkor lesz reumás, amikor világháború van, és be kéne vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát. Alázatosan jelentem, hogy valóban szörnyen bosszant. Éjjel nem bír aludni, ugyebár. A mi gyógymódjaink nagyszerűnek bizonyultak eddig. Nagyon sok reumás betegünk kigyógyult. Na ne higgye, hogy valami ökör állít maga előtt, akinek mindent be lehet magyarázni. Maga még 20 év múlva is ordítozni fog, ha eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Hát kérem, ha azt kívánja, én egész éjszaka ordibálni fogok. Megmutassam, milyen hangosan tudok ordibálni. És csak... Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél mi hozzánk. Az emberekkel az emberről bánunk. Ha valamelyik magacskodni próbál, átcipeljük az egyesbe, összetörjük a bordáit, és ott hagyjuk fekve, amíg meg nem döblik. Ez jogunk van. Ha jön az inspekció, és azt kérdi, van valami panasza? Hapták, balázbüdös, szalutálsz, és azt feleled. Alázatosan jelentem, hogy nincsen. Teljesen meg vagyok elégedve. Na, te köpedelem, ismétel csak el. Alázatosan jelentem, hogy nincsen, hogy mindennel meg vagyok elégedve. Na jól van. Holnap nagy cirkusz lesz nálunk, a kápolnába visznek prédikációra, szóval úgy viselkedj. Ó, nézd be, édes szűz anyám, te hűfiaidra, vigasztaló. Tövizses útja, lakasztó fára valók, az átkos szenvedélyekkel vívott harc útja. Ti, akik inkább itt a fogdában enteregtek, hallját, hogy megtérnétek az atyához. Fordítsátok csak a szemeteket fejjelre, a magasságos mennyekbe. 21! Maga meg itt elő! Ne derítsem! Kihélem magamnak. Hol is tartottam? Itt ez a mise volt. Hogy azt higgyék, hogy kaphatnak belőle? Hát nekem éjjel a nappal csak imádkoznom kellene, értetek, gazemberek. Csak hogy nagyon tévedtek. Mert én a kisfiamat sem mozdítom. Úgyis ne. Hát azért az Isten jóságának is megvan a határa, ugye bár? Maga megint talán ne mosolyogjon! Lecsukatom, hogy belekékül. Mindenki vegyen példát erről az emberről. Mit csinál ez? Sír! Jó van. Ne sírja, mondom, ne sírj! Meg akarsz javulni. Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Na, ezzel be is fejeztem, és mindenkit figyelmeztetek, hogy Micsi alatt viselkedjen tisztességesen, nehogy az legyen, mint a múltkor,
amikor ott hátul kincstári alsógatyákat cseréltek kenyérért, aztán azt zabálták egész út felmutatás közben. Kifelé. Na, halld meg az ember, hogy csak a fecs miatt bőgted el magad. Tábor lelkész úrnak alázatosan jelentem, hogy valóban csak a hec miatt bőgtem el magam. Mert hát láttam, hogy hiányzik a prédikációjából egy bűnös, megtért lélek, aztán gondoltam, hogy örömet szerzek a tábor lelkész úrnak. Maga tetszik nekem? Miért is ül itt? Alázatosan jelentem, hogy én sem tudom, hogy miért ülök itt. Tudja, én mindig ilyen pekhes voltam. Olyan vagyok, mint ezek a mártírok a Bibliában. Akkor egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődök maga után a hadbíró úrnál. De most kifelé innét, mert... Amelyiknek nincs gyufája, hát az... Na milyen az? Alázatosan jelentem, hogy gyufátlan. Nagyon jó, az gyufátlan. Na, ez lett volna az egyik dolog, és most lássuk a másikat. Nem büdös unok a lába, Svej? Alázatosan jelentem, hogy nem. Nem büdös. Jó van, csak mert az előző csicskám maga előtt ezért ment ki a frontra. Na, és most a harmadikat. Iszik maga a snapszot? Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszom. Csak rumot. Nagyon jó. Most nézze meg ezt a katonát. Ez így semmit nem iszik. Ez egy olyan izé, tudja? Egy olyan... apas... adszín... abstinens! És azért le is fog menni egy menet századdal! Hát ez nem csicska! Ez csak egy terén! Az is csak vizet iszik! Meg bőrt, mint az ők! Na gyere ide! Megérdemezd egy pár pofon! Pápa, nem megmondta? Elessze ne! Hát én nem is... Elhallgasson már a mindenségét! Ugyan senki sem szeret. Ugye semmit nem ittam. Ugye... Teljesen józan vagyok.
Nincs itthon? Megint valami kávéházba ment? Az adósságait nem tudja kifizetni, de kávéházakra persze van pénze. Egy pap. Hát ne köpködjünk, de kérem! Csak azért is köpök még egyet. Tessék, hogy nem szégyelli magát. Ha maga egy rendes ember lenne, megtanulná, hogy más portáján nem köpköd. Még hogy én nem vagyok rendes ember. Hát akkor mi vagyok, hallja? Egy szarházi. Úgy, ahogy mondom. Na jöjjön, csak megmutatom valaki jára. Svájc! Jöjjön ide. Beszédem a magával. Na mindenség. Mit csinálunk a Svájc? Főhadnagyónak alázatosan jelentem, elnézést táborő lelkész úr, hogy az úrral már volt itt egy kis differencia a padlóra köpés miatt. Ön ugye már azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára, ha nem csalódom. Igen, táborő lelkész úr, és remélem... Az ember gyakran keveredik olyan helyzetbe, hogy egyébben sem marad, sokkal remény. Tábori lelkész úr, nagyon remélem, hogy az az ötlet... Kétségkívül, tisztelt uram, ismételten közöletem önnek, hogy a remény szó megerősíti az embert. Ön sem veszítse el a reményt. Remélem. Szüntelen remélni, hogy én visszafizetek magának 1200 koronát, amikor összesen 10 sincs a zsebemben. Ön tehát. Igen, én tehát. De uram, ez csalás! Maga visszaért a bizalmammal! Svek! Uram, ennek határozottan jót fog tenni egy kis levegőváltozás. Vissza meg, ilyet. Van edő. Most Svek, látja? Hol jár az ilyen ember, aki nem tiszteli a papot? Na már megint maga az, na jöjjön csak! Főhadnagy úr, megint az úr jött volna. Nem főhadnagy, nem maga részeg? Elnézést, táborőr lelkész úr. Az úr volt megint, az most bezártam a fürdőszobába, hogy nyugodtan tudjunk vacsorázni. Tábori lelkész úr. Nem járt el helyesen, Svej? Hát, vendég a házban, Isten a házban. A régi időkben torszülöttekkel mulattatták magukat az emberek. Hozza be ide, Svej, hadd mulassunk! Hozz! Na, hova van a selejt? Jöjjön! Kijön, uram, foglaljon a helyet! Amiként azt ön is jól tudja, milyen tisztelt tábori lelkész úr, tombol a háború. Ha nem volna háború, nyilván nem sürgetném ennyire az összeg visszafizetését. Most azonban igen szomorú tapasztalatai vannak. Tessék, ide mindent felírtam. Janata főhadnagy 700 koronámmal tartozott, s mégis volt bátorsága elesni Drinánál. Prasek főhadnagy hadifogoly az orosz fronton. 1200 koronámmal tartozott. Visterle kapitány, aki ugyanekkor összeggel az adóson, a saját katonáival lövette agyon magát Ravaruszkánál. Most már ön is megértheti, tábori lelkész úr. Kérlelhetetlen helyzetben vagyok. Hát nézze már ide, kérem! Mátyás tábori lelkész úr Brónokból most egy hete halt meg valami járványkórházban. Az adósságait nem tudja kifizetni, és akkor elmegy valami undorító, kolerás barangó, feladja az utolsó keretet valami szerencsétlennek, akihez soha az égvilágon semmilyen köze nem volt. De kérem, uram! Hát csak a kötelességét teljesítette. Hát holnap én is megyek feladni az utolsó kenetet. Tábori lelkész úr, higgy el nekem, hogy kétségbe esett helyzetben vagyok. Hát azért folyik ez a háború, hogy az összes adósomat kiszedjem, hogy vagyok! Egyek! Rohanok! Rohanjon! Hát ez megöl!
Akkor ez a hülye! Ide jön! Kérdődik a lelkiismeret vizsgálattól, meg az Úristentől! Hát mondja meg neki, magas vej! A lelkész úrtól nem kap semmit! A lelkész úrtól nem kap semmit! A lelkész úrtól nem kap semmit! Na üljön le, mert most már tényleg beszélem magunkat! Le is kell! Na, jöjjön! Látom ki felad. Arról lenne szó. Hogy maga mostantól nem dolgozik nálam. Távol a lelkész urat. Ne vicceljen már velem. Te viccelek. Maga mostantól Lukás főhadnagy csicskása. Ő már főhadnagy lesz. Hát... Nem tehetek róla. Ha elkártyáztam munkát. Ilyen rossz lapjárásom nem volt évek óta. 100 koronát kellene fizetnem a főadnagynak, de nincsen annyi. Főhagy, távolul elkész úr. Nekem éppen van. 100 koronát. Ide vele! És már is megoldódik az egész. Direkt ábrőle készül. Nos, Svejk! Menjen csomagolni. Ilyen rossz lapjárásom még soha nem volt. Ja, van ott. A céllel szemben nem lehet. Elkártyázott. Gyönge szívét. Jelentem, hogy én lennék az a Svejk, akit a tábori lelkész úr elkártyázott. Volt már egy 1000 szolgám, de egyik sem elegedett meg nálam. Figyelmeztetem, hogy szigorú vagyok. És megkövetelem, hogy minden parancsomat szó nélkül teljesítse. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrani a tűzbe. Akár tetszik, akár nem. Beleugrani a tűzbe, értettem. Igen, nálam rendnek és tisztaságnak kell lenni. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem, értve? A hazugságot, értettem. Hozzám hölgyvendégek járnak, és van amelyik itt marad éjszakára is, ha a reggel nem vagyok szolgálatban. Ilyenkor ágyba hozza nekünk a kávét, ha csengetek, de csak ha csengetek. Megértette? Halázatosan jelentem, hogy megértettem. Egyszer én is felvittem egy kisasszonyt a lakásomra, és amikor a legjobban szórakoztunk, hát akkor nyitott ránk a takarítónő, de hát úgy megijedt, hogy az egész kávét ráütötte a hátamra! Ma este a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Tegye rendbe a lakást, és vigyázzon mindenre. A legutóbbi szolgám épp megy ki a frontra egy menetszázaddal, a gazembertsége miatt.
Fő hadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy minden rendben ment, csak a macska viselkedett kicsit pimaszul, és megette a kanárit. Hogy? Alázatosan jelentem, a dolog így történt. Én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, és hogy megeszik őket, ezért gondoltam, hogy összeismertetem egymással őket. Hát megfogtam a madarat, kivettem a kalitkából, oda nyújtottam a macskának, de mire észbe kaptam volna, ez a vadállat megfogta a fejét, és így... Lárapta a kanári fejét. Sej! Maga tényleg ilyen hatököl? Alázatosan jelentem, hogy tényleg. Én mindig jót akarok, csak mindig valami rossz sült belőle. Ez már sajnos kiskorom óta így van. Ért maga egyáltalán az állatokhoz? Mielőtt bevonultam volna katonának, kutyapetszerként dolgoztam. A kutyák a kedvenceim. Én is szeretem a kutyákat. Holnap megint szolgálatban leszek, úgyhogy az egész napot egy nekem megfelelő kutya keresésének szentelheti. Ha már a kanári milyen gyászos véget. Vigye a koffert a szobába. A főhadnagy úr nincs itthon. Maga meg őt? Én a főhadnagy úrhoz jöttem vendégségbe. Én erről egyáltalán nem tudok. A főhadnagy úr szolgálatban van, csak éjszaka jön haza. Én csak arra kaptam parancsot, hogy egy neki megfelelő kutyát találja. Semmiféle kisasszonyhó, meg kofferhő, nem volt itt szó. Szóval takarodjon! Na de kérem! Nagyon sajnálom, hogy így kell beszéljek önnel, de a katonaságnál rendnek kell, hogy legyen. Mert mi lenne, ha nem lenne rend? Mindenki beköltözne ide, meg oda, belelőne ebbe, meg abba. Ezt adja oda a főhadnagyúrnak, én addig itt várom. Itt van 5 korona úti költség. Én elviszem a levelet, választ is hozok, de arról, hogy maga itt maradjon, arról kérem szó sem lehet. Még a végén itt lába kér valaminek. Na, jöjjön! Főhadnagy úr, ezt a levelet egy hölgy küldi önnek, és választ vár. A hölgy azt írja, hogy maga egy barom. Mit csinált vele? Kérem, én nem csináltam vele semmit. Én végig tisztességesen viselkedtem vele, de ez a hölgy egyből be akart költözni a lakásba. Nehéz ügy. A hölgy a férje elől menekül, mi meg ugye nem tehetjük meg, hogy nem nyújtunk segítséget egy ilyen bajba jutott kedves nőnek. Ezt a levelet elviszi a nagyságos asszonynak, és megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele szembe, továbbá, hogy engedelmeskedjen minden parancsának, amit a kis szeméből kiolvas. Érte? Értettem. A főhadnagy úr parancsba adta, hogy tisztességesen és tapintatosan viselkedjek a kisasszonnyal, és teljesítsem minden parancsát, amit csak a kis szeméből kiolvasott.
kisasszonyok nem biztos, hogy kéne. A főhajnod úr megparancsolta, hogy minden kívánságomat teljesítse. Vagy nem így volt? Az már bizony igaz. Akkor jöjjön közelem. Főhadnagyúnak alázatosan jelentem, hogy minden rendben ment, teljesítettem a kisasszony minden kívánságát, amit csak a kis szeméből kiolvastam. Köszönöm, Svejk. És sok kívánsága volt a nagyságos asszonynak? Hát volt egy pár. De derakosan helyt álltam, természetesen. Köszönöm. Remek munka! Abban, hogy az lenne a legjobb, ha a férje, akitől megszökött, megtudná, hogy itt van, és itt át is vehető. Hallottam, hogy nagyon intelligens ember. Kómoló nagy kereskedő. Na, megyek, táviratozok neki. Öltöz csomagol, hogy megyünk haza! Végtelenül örvendek, hogy megtalált és éppen itthon ért, ugyanis minden délután a kaszárnyába megyek és éjszakánként is szolgálatban vagyok. Így a lakás természetesen egész nap üresen áll, így volt szerencsém felajánlani a nagyságos asszonynak a vendégszeretetemet. Nekem is. Én is végképp örvendek a szerencsének. Nem ez az első eset, hogy ilyesmit művel. Tavaly elutazott egy segédtanítóval, és csak Zágrábban találtam rá. Egy segédtanítóval? Miért nem mindjárt egy patikussal? De most az egyszer legalább egy tisztnél találtam rá. Na, alá szolgálja! Főhadnagy úr, hát ettől is sikerült végre megszabadulnunk. Úgy bizony. Végre egy kis nyugalom. Tösvek! Mi van azzal a kutyával, amit ígért nekem? Az is nem hamarosan meg lesz, csak tudja nagyon igényes beszerezni. Ha 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 ha!
Főhadnagy úr! Meghoztam a kutyát! Na, Svejk! Ezt jól csinálta, ezért elsőjén kap tőlem 50 koronát! A főhadnagy úr, nem fogadhatom én azt el! Svejk! Ha én azt mondom magának, hogy kap tőlem 50 koronát, akkor a zsebre vágja és elissza! Na, mit fog csinálni az 50 koronájával? Hol a vázatos, hogy jelentem, hogy parancs szerint elviszom. Én most elviszem a kutyát sétálni. Ha bárki keresne, egy óra múlva itt vagyok. Gondolnia, csak arra, hogy minden kötelességét maximálisan elvégezze! Mikor egy katona meghal, halál előtt szalutálnia kell! Ha jól tudom, ez a szabály még most is érvényes! Igen is! Másodszor pedig! Mióta szoktak a tisztulak lopott kutyával rohangálni? Igen! Lopott kutyával! Az olyan kutyát, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevezzük! De ez de súly! Hát ez a kutya! Igen! Főhadnagy úr! Az én tulajdonomat képezi! Vagy meglátjuk, hogy lesz-e kedve hasonló fegyelemsértésekhez? Vagy azt hiszi, hogy itt a Békés Hátországban bármit meg lehet csinálni? Vagy meglátjuk, mit kezd magával a fronton? Én betelem az orrát. Letépem a két fülét. Hát többit meg majd meglátjuk. Te jóságos Isten, hogy milyen hülye pofája van. Svejk! Maga ellopta ezt a kutyát! Főhadnagy úr, én nem lophattam el. Önök elmentek Max-szal délután sétálni, én utána végig itthon voltam. Egyedül a lakásban. Svejk, maga idióta varon fogja be a száját! Micsoda? Micsoda egy rafinált gazember maga? Egy tehetetlen majom! Tudta, hogy az ezredes úr kutyája? És összetalálkoztam vele, és elvitte! Tudta, hogy egy lopott kutya! Persze, tudtam, én loptam el. Hát én hagyomra van magát! Maga marra, maga ökör! Hát ilyen hülye maga! Alázatosan jelentem, hogy igen. Hogy miért van az Úristen engem? Tudja, mi lesz, Svejk? Nem. Megyünk a frontra. Az lesz! Maga miatt, meg amiatt a hülye kutya miatt! De Istenemre mondom, ha én ott elesek, előbb magát folytom meg! Főhadnagy úr, alázatosan jelentem, hogy iszonyat boldog vagyok. Az valami gyönyörű szép lesz, mikor ketten elsünk a császár őfelségéért és Ausztria dicsőségéért. Alázatosan jelentem, hogy ezt az embert dokument nélkül találtuk az állomáson. És mit csinált ott? Alázatosan jelentem, a dolog így. A dolog így történt.
Én vártam a Cseszká Bodojevicébe közlekedő vonatomat, hogy utolérjem az ezredemet, a 91-eseket, ahol meg én vagyok a Lukás főhadnagy úrnak a legénye, akit meg magam mögött kellett hagynom, mert az állomásfőnökség behivatott bűncselekvény vágyával, mert ezek azt hitték, hogy én állítottam meg a gyorsvonatot, amivel jöttünk a biztonsági vészfék segítségével, kérem. Ne fecsegjön össze-vissza, mondja el röviden és érthetően! Aztán meg azzal lettem megváltozva, hogy az egészről én teltek, mint ahogy az előbb is mondtam, ugye. És mielőtt a dolgok elintőződtek volna, a főhadnagy úr elment, elvitte a kofferokat, az iratokat, én meg ott álltam egyedül a peronon dokument nélkül. És miért nem ment el a következő vonattal? Alázatosan jelentem, hogy míg a következő vonatot vártam, az a baleset történt velem, hogy egymás után hittem a söröket. Maga marha, maga vacca már, maga egy degenerált. Tudja, mit jelent az, hogy degenerált? Persze, hogy tudom, kérem. Mifelénk is van egy degenerált. Ez az ember utcát söpör, és a kocsmában nem hagyja magát másként szólítani, csak gróf úrnak. Azonnal megy és vesz egy jegyet a következő vonatra. Mennék én, kérem, csak hát tudja, elittem az összes pénzem. Akkor menjen gyalog, ki a fele fog magával itt bajlódni? Főhadnagy úr! Ismét megérkeztem. Hát kicsit nehéz volt idáig eljutni, de hát amint látja, vagyok. Sülejk! Maga idióta barom! Igenis? Hol volt több mint egy hétig? Hát tudja, mikor... Nem! Nem mondja semmit, nem érdekel! Maga ellen elfogadó parancsot adtak ki, mint dezertőr! Tessék? Dezertőr? Hát az nem lehet, kérem. Azt sem tudom, hogy kell őrizni a dezertet. De mi az a dezert? Hogy nem szabadulok meg magától? Hát főhadnagy úr láthatja, hogy milyen hűséges vagyok. Én kérem, akarok halni a császár őfelségért és a családjáért. Ne aggódjon, lesz rá alkalma. Egy órán belül itt vannak az oroszok. Akkor majd jól meghalhat. Mi az? De előbb még velem fog számolni. Nesze, kimegy a büntetőtiszthez. Ezt az egy órát is meg fogja keserülni. Maga hülye? Igen, kérem. Maga Lukás főhadnagy csicskása? Jól látom. Igen. Maga veszett el az ide úton? Na hát azért nem vesztem el. Én mindig tudtam, hol vagyok, csak az, ahol voltam, nem ott volt, ahol lennem kellett volna. De közben serényen igyekeztem azon, hogy ott legyek, ahol lennem kell. Ájjjj, bonyolult dolog ez a földrajz, én mindig is mondtam. Maga tényleg hülye. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék a csicskáitat. Ha már Lukasz Földre egy ilyen notórius hülyét választott csicskásának, kínlódjon vele ő maga. Hülye állat, most azonnal jelentkezik Lukasz Földrennel, és megmondja neki, hogy nincs időm az ő csipcsup ügyeivel foglalkozni, mert nyakunkon az oroszok. Ha valamit akar, intézze el ő maga. Na induljon! Főhadnagy úr, nem azt parancsolta? A tisztúr azt parancsolta, hogy akármilyen problémája van, azt oldja meg maga. Itt vannak az oroszok! Itt vannak az oroszok! Itt vannak az oroszok! Most egész biztosan meghalunk! Ezt akarta, nem? Főhadnagy úr, nem akart itt senki meghalni. Én nem úgy sem értem ezt az egészet, nekem van egy orosz ismerősöm, de olyan békés teremtés, a légynek se tudná ártani. Na várjunk csak. Sveik, mit csinál? Főhadnagy úr, én megtanultam, hogy a konfliktusok gyökere a félreértés, szóval most kimegyek az oroszokhoz, és elmondom nekik, hogy ez az egész egy nagy félreértés. Nézze meg, hogy lövöldöznek itt! Így még talán meg is halhat valaki! Ez az. Ezt pedig nem hagyhatjuk. 91. gyalogezred! Előre!
Maga miért nem ment, amikor parancsot kapott? Jaj! Főhadnagy úr, én nem tudtam, hogy a mindenki az rám is vonatkozik. Az ember azt sose tudhassa. Speck! Maga a színkeresztem. Mondja az átkom! Tök mindegy! Van magának fegyvere! Nincsen. Úgyis mindegy. Szerintem maga ezt is túl fogja élni. Nem baj, majd megy aztán boldogítja az orvoszokat. Na most parancsot adok, ami magára is vonatkozik. Schweik és én magam. Előre! Roham! Hát ugye, és valahogy így történt az egész. A többiről nem beszélhetek. Megtiltották. Ja, ilyenek ezek. Nekem is megtiltották, hogy a szaros börtönükről beszéljek. Ezek a börtönök. Mindig meg akartam nézni egyet belülről, de a fene, egye meg! Egy üve se sikerült bejutnom. Ne bánja, Schweik úr. Inkább örüljön a szá... rendőr úr! Hozhatok valamit! Csak egy kicsi pohárka barna sört kérnék. Szóval barna sört. Na aztán nem vált-e, hogy olyan a sörszíne, mint a lépiszoké a Ferenc Jóska képmásán? Nem bánom én azt, nem is bántam soha. Nem bánja. És nem is bánta soha? De engem lecsukatott érte évekre! Kérem, én csak a munkámat végeztem! Éljen a császár! Nincs már császár, te agyarágyult, megdeglett, kaput, kinyírt, fal! Kérem, gondolj arra, hogy nem csukatom börtönbe, magát is besolozták valamit a többieket! Szóval még köszönjem is meg neked! Te barom, te gadi, te szart! Akkor minden visszatért a régi kerékvágásba. Most már minden jó. Sok okos és naív ember azt hitte, hogy nagy dolgokért folyik ez a háború, de körülbelül ugyanannyit ért, mint az összes többi. Most már teljesen mindegy, hogy királyság, császárság vagy köztársaság az, amiért harcolunk. Most már csak az a lényeg, hogy honnan lesz dohány meg cukor. Na meg persze sör. Hát, egészségükre.